Hát ahogy jól tudjuk, holnaptól új kormányhatározat lép érvénybe, és ezért a forgatókönyveket is minden közigazgatási településen újra kellett számolni. És holnapi naptól kezdődően Kolozsvár is zöld forgatókönyv szerint fog működni, mert ami azt jelenti, hogy főképpen a mozik, a vendéglők belterei most nem 30%-os, hanem 50%-os kihasználhatóságból működhetnek majd, és a további szigorítások persze érvényben maradnak, kiállástilalomban este 10 órától, az üzletek 9-től zárnak, a vendéglők 10 órától zárnak este, és minden megszokott szigorítás érvényben marad. Ez a csoda is három napig tart, mint a múltkor? Hát sajnos minden csoda addig tart, ameddig mi arról gondoskodunk, hogy tartson. Ez sajnos, hogyha meg fogjuk haladni a másfél ezreléket, akkor újból sárga forgatókönyvbe fog kelleni helyezni Kolozsvár, de meg kell jegyezni azt is, hogyha sárga forgatókönyvbe helyezzük Kolozsvárt, és 48 óránál többet másfél ezerék fölött is maradunk, csak akkor térünk át más forgatókönyvre, és csak a megyei testületnek a határozata alapján váltunk forgatókönyvet, és nem automatikusan történik a helyzet, a forgatókönyv változtatás, és sajnos, hogyha még rosszabb lesz, de reméljük ez nem fog megvalósulni, és 3000 fölé fog kerülni a fertőzöttségi arány, akkor újból vörös forgatókönyvet kell majd elrendeljünk, de ezt is 48 óránk van arra, hogy forgatókönyvet változtassunk. Mindenki arra számított, hogy az ortodox húsvétot követően felrobbannak a számok, és pont ellenkező a tendencia. Vajon minek köszönhető? Hát ellenkező tendencia, nem tudom, hogyha beszélhetünk még egyelőre, mert ahogy tudjuk, a lappangási periódus az 2 hét, és szerintem várjuk ki a 2 hetet, de a rendőrség, a csendőrség visszajelzéséből nem lesznek gondok, hiszen az egészségügyi óvintézkedések be voltak tartva a húsvét alkalmával, és reméljük azt, hogy idővel az emberek, ha bár a türelmüket eléggé adagolták már, de reméljük azt, hogy jobban megértőek és egyre jobban, hát tudatosabban kezelik az egész helyzetet.